Dávid Tímea, a Parhont polgármestere elmondta, a 2023-as évhez hasonlóan idén is több fejlesztést tervez a falu önkormányzata. Még zajlik a 2024-es évi költségvetésünknek az előkészítése, úgyhogy biztosat még nem tudok erről mondani, viszont ami már elindult folyamatban, az az óvodánknak a napelemmel való felszerelése, amit az Aparanti Német Önkormányzattal közösen fog megvalósítani az önkormányzatunk, illetve már a tavalyi évben elkezdtünk tárgyalni az MVM Kft-vel, és a településen korszerűsíteni fog ledesre a közvilágításunk. A tavalyi energiaárak emelkedése miatt az önkormányzat több lehetőséget is figyelembe vett. A község intézményeiben hűtő-fűtő klímákat szereltettek be a rezsidíjak csökkentése érdekében. Így az óvodánkban is a két csoportban került elhelyezésre, az orvosi rendelőben bővítettük, illetve a körzeti megbízott irodába is helyeztünk fel, úgyhogy bízunk benne, hogy így a rezsi tekintetében tudunk megtakarításokat elérni. Hozzátette, a környékbeli településekhez képest nem volt szükség korlátozásokra. Több településen is lehetett hallani, hogy akár a közvilágítást, hogy korlátozták. Nekünk, hál' Istennek, túlvészeltük ezt az évet a tekintetben is, úgyhogy azon kívül, hogy az önkormányzatnál home office-t vezettünk be péntekenként, illetve a művelődési házat zártuk, mást nem kellett korlátoznunk. Az Aparhanti Tűzoltó Egyesület nyert a Magyar Falu Program pályázatán. A támogatási összegből a tűzoltó szertár felújítása valósul meg. Szerencsések vagyunk, hiszen így egy önkormányzati ingatlan fog megújulni ennek a pályázatnak köszönhetően. A tűzoltó szertár, amelyet az önkormányzat ingyenes használatba adott az Egyesületnek, jelenleg azzal segítjük az Egyesületet, hogy műszaki ellenőrt, illetve kivitelezőt keresünk, úgyhogy bízunk benne, hogy hamarosan megkezdődik a felújítás. Az idei évben is szeretnék megrendezni a Palacsinta Fesztivált, amit múlt nyáron nagy sikert aratott, valamint több új programmal is készül az önkormányzat.